Mohai Zsófia 14 éves oboista, a Pécsi Kontrasztok Művészeti Iskolában kezdte zenei tanulmányait. 2012-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács pályázatán elnyerte az év felfedezettje címet. ...2007-ben kerültem Melinda nénihez, és hát én nagyon szeretek vele együtt dolgozni, mert megért engem, bármiről lehet vele beszélni, nem csak zenei dolgokról. Viszont zenei téren is nagyon jó tanár, nagyon sok mindent tud. Akikre fölnézek, ők Párizsban élnek, Hadadi László oboaművész és Lencsés Lajos oboaművész. Párizsban él, ugye? Igen. Oké. Okay. Viszont aki a szememben a legmagasabban van, az a tanárnő, mert igaz ugye, hogy nem olyan híres, mint ők, de nagyon jól tanít, és nekem ez a legfontosabb. Zsófi 2012-től a Pécsi Művészeti Gimnázium diákja. A kimagasló munkát végző tehetséggondozó intézmény Pécsváros büszkesége. Ez az elismerés megítélésünk szerint nem csak az elmúlt évben végzett tevékenységet díjazza, hanem az elmúlt 55 tanévet is. Itt nagyon komoly értéke van a tudásnak, a kultúrának, a művészetnek, az alkotó munkának, és azoknak az emberi kapcsolatoknak, amelyek mindezt segítik. Az iskola nem csak jelen van Pécs életében, hanem olyan módon van jelen, hogy számítanak ránk, fontosak vagyunk, modellt jelentünk a művészetoktatásban, művészeti képzésben. Nos, én úgy gondolom, hogy egyszerűen a sikert, azt jó kommunikálni, jó megélni, és jó az örömét, az élményét megélni. Ezért nagyon fontos ez a tehetséggondozó program. Az első pár óra alatt teljesen magával ragadott az a muzikalitás, ami árad belőle, és én 9 éves gyereknél ilyet még nem tapasztaltam. És aztán jöttek az olyan elismerések, ami teljesen független iskolától, akár országtól is, tehát a nemzetközi versenyek nagyon jó kitekintést adnak, hogy más országokban hogyan tanulnak a gyerekek, és ezen a hangszeren 9-10-11 éves korban milyen szinten játszanak. És ezek mindig megerősítettek mindkettőnket abban, hogy nagyon jó úton járunk, mert nem volt olyan verseny, ahonnan ne díjjal tértünk volna haza. A felfedezettjeink pályázat támogatójaként az EGON Magyarország sokat tesz a hátrányos helyzetű tehetségekért. Zsófi most az iskolától kölcsön kapott, kb. 20 éves oboán játszik, sajnos nincsen saját hangszere neki, és ez egy elég nehéz kérdés az ő szakmai életében, mert nagy családban él, és szerény anyagi körülmények között élnek, az oboa ára pedig elég magas, de hát reménykedünk abban, hogy egyszer sikerül neki saját hangszerhez jutnia.